A székely zászlót megyezászlóvá nyilvánító határozatának visszavonására szólította fel a Hargita megyei tanácsot Jean-Adrien André. A prefektus szerint a tanács ugyanazt a zászlót fogadta el, amelyet 2012-ben már jogerősen törvénytelennek minősített a bíróság. Hogyha a felszólításnak nem tesznek eleget, a prefektus ismét a bírósághoz fordul. 2012 előtt 3 évig ugyancsak a székely zászló volt a megye hivatalos jelképe, az akkori ítélet után azonban megjelent a helyi közösségek jelkép használatának szabályozó törvénye, a tanács ennek alapján hozta meg az új határozatot. A kormánybiztos viszont a 2012-es ítélet indoklására hivatkozik, amely kimondja, a tanács nem vette figyelembe a társadalmi érdekeket.